Köszöntöm Önöket! Az 1930-as, 40-es éveket idézte a kolozsvári Szent Mihály templom két napig. A 20. századi erdélyi történelem megkerülhetetlen, karizmatikus alakjáról, Márton Áronról forgatnak játékfilmet. A közösségi összefogással útjára indított filmen, amely erdélyi helyszíneken, erdélyi színészgárdával, profi romániai és külföldi technikai stábbal készül, több ezren dolgoznak. A mai adásban Jakab Gábor kolozsvár kerekdombi plébánossal, akit 1961-ben maga Márton Áron szentelt pappá, és a film producerével Tofán Zsolttal beszélgetünk. Tartsanak velünk! 1961. december 8-án szentelt pappá Márton Áron Gyülefehérvári Székes Egyházban. Farkaslakáról indult az életem. Székelyudvarhelyen végeztem a középiskolát. 1955-ben mentem teológiára, abban az esztendőben, amikor az püspök úr a börtönből kiszabadult. Ugye az ő távolléte alatt ilyen demokratikus vezetésű teológia működött, Szovrom teológiának titulálták Gyulafehérváron, és ez alatt az 5-6 év alatt, amíg ő börtönben volt, összegyűlt jó néhány jelentkező a teológiára, úgyhogy mikor mi bejelentkeztünk 1955-ben, 53-an kezdtük az első évfolyamot, ebből az 53 emberkéből csak 12 pap lett. Tehát így lemorzsulódott menet közben a társaság, mert sokan ott hagyták helyből, másokat pedig eltanácsoltak, tehát 12-en lettünk papok, akik közül most már az Erdélyi Egyház megyében csak én élek, nem sokára 80 évesen. Ez alatt az 50 év alatt voltam csíkszeredei segédlelkész 1962 és 66 között, majd áthelyezett a püspök úr Szászmegyesre, ott voltam majdnem 2 évig, ahol németül is kellett szolgálnom. Én akkor egy szót nem tudtam németül, de a püspök úr azt mondta, hogy mivel nincs németül tudó papja, azért tanulj meg annyira, hogy tudjál legalább egy 5 perces prédikációt tartani. Hát ez úgy volt, hogy én tényleg elkezdtem tanulni németül egy tanárő segítségével, és leírtam magyarul kis 5 perces prédikációmat, vele együtt lefordítottuk, aztán megtanultam, mint a gyerek a verset kívül, és a nagyképjén aztán előadtam Meine Liebe Gläubigen, kedves hívek, és mondtam a magamét, jó. Tehát itt voltam majdnem 2 évig, és onnan kerültem ide 1968-ban, ennek most kereken, hány éve? 50 éve. 50 éve. Igen, igen, igen. 50 év telt el itt, Kerekdombon, és egy kis gyülekezet ez a kerekdombi, mert a legkisebb közösség kolozsvári viszonylatban, és egy vészesen fogyó közösségről van szó, de ez érvényes egész Kolozsvárra, mert Szorvány már Kolozsvár is ilyen szempontból. És amikor ide kerültem, akkor 1200 hívőt tartottunk itt nyilván, most már csak 340-en vagyunk. Tehát ezt a lemorzsulást három faktor igazolja. Egy, hogy természetes halállal elköltöztek sokan az élők sorából, sokakat kikísértem a házsongárdba és a többi temetőkbe. Mások meg elmentek az határon túlra, anyaországba, sőt Operenciás tengeren túlra is. És a harmadik faktor az, hogy nincs gyermek, alig születik gyermek, évente már alig-alig keresztelek, úgyhogy volt már olyan év is, hogy egy első áldozom volt csak, és azt kérdezte az egyik atyafi, felháborodva, hogy csak egy, hát mondom úgy, hogy így kettő. Ilyen egyszerű, szóval igen. De családias közösségről van szó, úgyhogy én egy szép korszakot tudok magam mögött, amit itt eltűltettem 50 év alatt. Ez alatt az 50 év alatt annyi szép, jó embert is eltemettem itt Kolozsváron, elkezdve Bajor Antól, Fodor Sándor, Senkász Kendre, Lászlófi Csaba, Bárdos, Bács Lajos, és még sorolhatám Gyimesi Éva. A beszélgetésünk apropója Márton Áron emlékének, jellemének, szikla jellemének a felelevenítése. A te szemszögödből, a te szemüvegeden keresztül, hisz útmutatód, irányadód volt, és nagyon sokáig voltál a közelében.
ha megkérhetlek, egy személyesebb történettel kezdjünk. A te életedben is volt egy pillanat, amikor elbizonytalanodtál és a teológiáról vissza akartál fordulni. Hogyan reagált akkor Márton Áron? Mit mondott, amivel téged az utadra, a saját bevallásod szerint vissza irányított? Igen, hát a teológián szokás volt abban az időben, és aztán most is szokás, hogy a püspök egyenként kihallgatja évente a papni vendégeket január első napjaiban. Bennem viszont megfogalmazódott már az a szándék, hogy elhagyom a teológiát, mert úgy éreztem, ez már nem nekem való. De azért mégis eleget tettem a kötelezettségemnek, mondtam, hogy átmegyek, én is kihallgattatom magam, de utána aztán megveszem a vonatjegyet, megyek haza. Igen, ám, de amikor beírultam abba a híres bőrszékbe, amit most ott őriznek a múzeumban, mint emléktárgyat, akkor a püspök úr maga sajátos tekintetével és bozontos szemöldökével rám nézett, mélyen belém nézett. Annyira belém nézett, hogy elsőként ő szólalt meg, és azt mondta, mondd Gábor, mi fáj? Ez a mi fáj kérdés annyira szíven ütött, hogy az én lelkem zsalukát ereje, hogy így mondjam, amik addig be voltak csukva, lehullottak, és elkezdtem beszélni, és elkezdtünk beszélgetni, és ennek a beszélgetésnek köszönhetem azt, hogy nem vette meg a vonatjegyet, nem mentem haza, ott maradtam, és immár 57 éve papként szolgálok az erdélyi főegyházmegyében. Tehát azt, hogy belőlem pap lett, ennek a beszélgetésnek köszönhetem, és annak a hatásnak, amit ő akkor gyakorolt rá. Különben szeretnék, ha már Márton Áron püspök úrról beszélgetünk, egy történelmi hátteret is festeni ehhez a beszélgetéshez, mert 1599. október 28-án a Havas-Alföldi Vajda Mihály Vitéz, aki szövetségese volt a Habsburgoknak, az alapvető jogaiktól nagyon megfosztott székelyek segítségével a szemem melletti Schellenbergnél legyőzte az akkori bíboros fejedelem Báthory András seregét. És rá néhány nappal, mert menekülnie kellett a bíborosnak, Csíkszentdomokoson, ahol a püspök született, a csíkszentdomokosi, a bátoriakat gyűlölő csíkszentdomokosiak megölték a bíboros fejedelmet. És ez akkora botrány volt, hogy így mondjam, hogy az akkori pápa 8. Kelemen interdiktum alá vetette az egész községet 100 évre. Tehát, és ezt a fájdalmat, ezt a lelki tehert, amit ezzel rányomtak a falu lakóira, ezt nem csak az akkoriak érezték, de a későbbi generációk is érezték ezt. És ezért aztán pontosan 340 évvel később beállt a szerencsés fordulat, mert 1939. február 12-én ebből a faluból szentelték püspökké Márton Áront. Úgyis mondhatnám azt is, tehát, hogy a hajdani bíboros fejedelem kései utóda Márton Áron. Tehát az a falu, aki gyilkolt, ugyanaz a falu és szentet adott nekünk Márton Áron személyében, aki bevette a címerébe a fenyőt, az egyenes, a zöld, a színét soha nem veszítő fenyőt, a kopársziklán is megkapaszkodni tudó fenyőt, amely jellemzi az ő egész magatartását és életfelfogását, és bevette azt a Túri Szent Mártontól átvette jeligét is, hogy non recuso laborem, nem futok meg a munka elől, mert a labor a szenvedés is jelent, szenvedések elől sem futok meg, és vállalom azt, amit rám mér a gondviselő Isten. Mint ahogy vállalta is az élete során. Igen. A börtönt is vállalta, és ugyanúgy folytatta a munkáját, a szolgálatát, miután kiszabadult, mintha mi sem történt volna az a majdnem 6 év alatt vele. Igen, igen. Hát szóval Erdély, ha van nekünk egy Széchenyünk, aki a legnagyobb magyar, én azt mondanám, hogy Márton Áron a legnagyobb székely, de a szószoros értelmében. Különben én az Áronokat nagyon tisztelem, ezt még valahol három Áronod van, így van. Márton Áron, Tamás János, Gábor Áron, Stimmel. Tehát Erdély
mindig is egyedül állott a történelemben, mint egy hatalmas, szomorú fenyő, amely csodát cselekszik a viharban, írja Tamás Járon, és az emberei is egyedül állottak mindig. Ez mindenikre, az felsorolt Áronokra, mindenikre jellemző. Márton Áronra elsősorban. Az embert szerette, az embert tisztelte, felekezettől függetlenül, úgy a görög katolikusok, mind a zsidók mellett is kiállt nagyon erőteljesen Márton Áron. Már indulásakor a Püspökszentelő misén azt mondta, hogy Erdélyben háromféle vallás, 6-7 féle szertartás, és több nemzetiségél együtt is, mint a hegyek a völgyekkel, a bércek a sziklákkal, a természet az éggel váltakozik, úgy váltakoznak Erdély földjén a népek. És ő ezt figyelembe tartva mindig az embert nézte mindenkiben. Nem csak a magyarokat tartotta szemét, hanem az mindenkori embert, legyen az román, teszem azt ebben az esetben, úgyhogy bizonyítja az ő hozzáállását a román népességhez, a görögkatolikus egyház megszüntetése alkalmával kimutatott magatartása, amikor a papjait arra kérte, hogy a betiltott görögkatolikus vallás követőit engedjék be a templomaikba, és szolgálják ki szentségekkel, gyóntassák és áldoztassák. Nem beszélve a másik nagy teljesítményéről, 1944. május 16-án a kolozsvári Szent Mihályban a zsidók védelme érdekében elmondott nagy hatású beszéde, amiről mindenki tud. Szóval meg is kapta ezért a Yad Vashem díjat zsidók részéről utólag. Tehát számára az ember volt a fontos, és tényleg az ember a legfontosabb. Mert azt, ha van emberség, ugye a teológián azt tanultuk, hogy gratia supponit naturam, ami azt jelenti, hogy a kegyelem az feltételezi mindig az emberi természetet. Ha van egy emberség, arra lehet építeni humanizmust is, kereszténységet is, magyarságot is, de ha nincs natura, nincs meg az emberség, nincs mire építkezni. És ő az embert vette számításba, és rá alapozott, épített mindent. A többi csak jelző volt már nála. Ember vagy. Ilyen emberről filmet készíteni, felelősségteljes munka is természetesen, de szinte erkölcsi kötelesség is volna. Mert annyi negatív példát, annyiféle negatív eseményel kell számolnunk is, és eközben a pozitív példákat elfelejtjük fölemlegetni és fölmutatni, mint követendő példaképet a mai és az ezután következő generációk számára. Tehát ezt a vállalkozást én azért tartom támogatandónak, bár anyagilag ez biztos, hogy nem kis pénzbe kerül, és ezt a filmet megcsinálni, és persze pénzből nem lehet. Ezért én fel is szólítottam is a papságot, hogy most már nyúljunk be a zsebünkbe, és eddig éveken keresztül beszéltünk több-kevesebb lelkesedéssel erről a filmről, de nem álltunk melléje. Hát álljunk melléje, és azt a konkrét javaslatot tettem, hogy mindenki, a főegyház vegye minden papja, akár szolgáló pap, akár nyugdíjas pap, vagy akár külföldön is él, de innen ment el, egy havi fizetését, vagy egy havi nyugdíját erre a célra tegye le. És én ezt szorgalmazom, és újabban is fogok a papokhoz szólni egy másik körlevélben, hogy kezdjük el már ezt a gyűjtést, és aztán majd évvégén összesítsük, hogy mit is eredményezett ez a gyűjtés a mi részünkről. Bízom benne, hogy támogatni fognak és egyet érteni a nagyszerű kezdeményezéssel. A te támogatásod másban is megnyilvánul a film irányába, hiszen nem régen forgatott két jelenetben statiszta szerepet is vállaltál. Tehát úgy statisztaként, hogy tulajdonképpen a főegyházmegye plébánosaként a saját szerepedben részt veszel a filmben. Igen, én mind a két tapon részt vettem a forgatáson, a kolozsvári forgatáson, a Szent Mihályban, és magam is a forgatás közben föllelkesültem, hogy ez egy nagyszerű dolog lesz, most már
Mert korábban, megmondom őszintén, én is úgy tartózkodva és előítélettel közelítettem meg ezt a vállalkozást. Sőt, volt egy beszélgetésünk papok körében, és ugye Márton Áron püspökös szent javatásához kellene egy csoda, és azt találtam mondani, ha ez a film elkészül, az lesz a csoda. Na és úgy néz ki, hogy el fog készülni, hála Istennek. Ezért szálltam be teljes erőbedobással is, és támogatom a magam részéről mindenképpen, és másokat is csak erre buzdítok, hogy támogassák. Ez misszió, ahogy a szervezők maguk nevezték is ezt a filmet, missziós film. Tehát nem az az ipari utakon és eszközökkel készített film, mint a többi más, hanem ez egy sajátosan igehirdető szándékú és magyarság megtartó és kereszténység megtartó erejű film akar lenni, mert én vallom, hogy Márton Áron azok közé tartozik, azok közé az emberek személyiségek közé, akik ezt az itt létünket szolgálták végségig menően. Én nem hiszek abban, hogy Erdély vagy az autonómia megvalósul akár Brüsszelből, akár Bukarestből, Én azt hiszem, hogy ilyen emberek fogják az autonómiát is megteremteni, jövőket is biztosítani, akik vállalják a munkát, a non recuso laborem, tehát vállalják a munkát, azt a feladatot, amit a sors a gondviselés rájuk visz. És Márton Áron ebben a kérdésben egy példaadó személyiség, akit mindenáron követni lehet fenntartások nélkül, és nem is lehet hozzáhasonlítani senkit. Szent Mihály templom oldalánál vagyunk, Tofán Zsolt producerrel beszélgetünk, hisz az elmúlt napokban két különös jelenetet vettetek fel, vagy nagyszerű jelenetet vettetek fel, többféle megfontolásból is, amit viszont ki kell kezdettől emelni, hogy a Márton Áron játékfilm két jelenetét forgattátok. Igen, két nagyon szép, nagyon nehéz jelenetet forgattunk, főleg hát díszlet szempontjából, kosztüm szempontjából nagyon, nagyon megerőltető volt olyan szempontból, hogy át kellett alakítsuk az egész templomot, ugye? Mert hogy 39-ben játszódik a püspök szentelés, játszódik, ugye? Igen, akkor történt, és nyilván? Akkor történt, és ezt kellett rekonstruálnunk, amennyire tudtuk, és ezen kívül ugye még majd utólag grafikailag is rekonstruálunk elég sok mindent. Ez a két nap, ez megterhelő volt, meg ugye az miatt, hogy a Szent Mihály templomot bezárják 3 évre, meg kellett nagyon gyorsan ejtsük, és kicsit megerőltető volt mindenféle szempontból, úgy anyagi szempontból, mint emberi erő, emberi munka szempontjából is. De sikerült, és jól sült el, és nagyon szépek lettek a képek. De hát nem is lehetett ezt másképp képzelni. Máriusz Pandoróval a kamera mellett egyszerűen nem hibázhatsz. Hangoztattad, hogy a produceri státusodat úgy kell elképzelni, hogy a csapatot hoztad magaddal, és állítottad össze tulajdonképpen, ami egy hihetetlen teljesítmény lehetett, már ugye említetted Máriusz, de még jó néhány nevet mondhatnál az erdélyi és a román filmgyártásban is, tényleg hihetetlen vállalás, miközben egy magyar püspök személyéről forgatunk erdélyi filmet. Meg kell mondjam őszintén, nem kellett meggyőzzek különösebben senkit. Tehát kivéve a ugye Jean Numanskit és Petya Szimeonovát, Jean, aki a hangmérnök, Petya pedig a
a make-up artist ebben a filmben, ők ugye nincs ahonnan tudjanak Márton Áronról. De viszont a román kollégáimnak senkinek nem kellett bemutasson. Tehát mindenki tudott róla, mindenki ismerte. Ha csak így hallomásból is, de azért tudták, hogy mibe vágnak bele. Zsolt, téged mivel lehetett meggyőzni, hogy állj a film mellé, mert a számos munkád, az életed hihetetlen sok szálon pörög, és biztos vagyok benne, hogy nem egyszerű erre is időt, energiát szakítani. Nem tudom elmondani, hogy mi az, ami engem ebbe belerángatott. Sok minden. A Laci atya elhivatottsága, a kialakult csapat is, akik volt, mindenki szívvel, lélekkel dolgozott ebben a filmben, ebben a két napban, amit itt forgattunk. És ez csak erőt tud adni. Tudom, hogy az utómunkához, amire a költségvetés szempontjából is hihetetlen nagy hangsúlyt fektettek, nem akárkit nyertél meg, pontosan ilyen megfontolásból. Igen. Muszáj volt bevonjuk ebbe a filmbe Felix Lepedántot, aki különben boldogan jött. Tehát ő volt az, aki azt ajánlotta, hogy rekonstruálja a korabeli várost. Tehát teljes látképet filmeztünk ugye Kolozsvárról, amit ő majd ki fog cserégetni ügyesen, és rekonstruálja a 39-es Kolozsvárt, meg majd Gyulafehérvárt. Tehát, hogy ő nagyon sok minden, ugye Csíksomlyón is rengeteg mindent ugye ki kell törölni, újra kell rajzolni, tehát, hogy nem, már nem, ugye, nem ugyanaz. De hát ugye amikor 38-ról beszélünk igazából, ott van egy jelenet ugye Csíksomlyón. Tehát nem lehet aszfalt, nem lehet egy csomó minden. És ezeket ugye Felix fogja... Képkockánként ezt. De ő ezt, tehát ezzel ő jött. Mert mi igazából úgy akartuk kitalálni, hogy minél kevesebb nagy totál legyen, de persze ami a filmnek a szegénysége lenne. És az lett volna a veszélye, hogy inkább tévéfilm, mint nagyjátékfilm ezáltal. Igen, attól nem fél. Annak kezdve, hogy Pandur az operatőrünk, attól nem félek, hogy tévéfilmes lesz ez a film. Viszont az, hogy ezt megtehetjük, ez egy óriási dolog. És főleg azt el kell mondanom, hogy ilyet még Romániában nem csináltak. Tehát, hogy ez lesz az első, az, hogy teljes várost rekonstruálunk egy filmben. Miközben a hitéletben lelkiségről beszélünk, és Márton Áron szelleméről, amit mindenképpen kötelességünk átörökíteni, és példaként a következő nemzedéknek, generációnak is tovább vinni, lássuk be, hogy szakmai szemmel a ti szempontotokból is komoly kihívások vannak, és nem erdélyi magyar filmgyártásról, hanem már romániai, amiért egy még nagyobb szelet filmgyártásról beszélsz, és nyilván annak a kihívásairól. Főszereplet Bodolai Balázs játsza, aki szerintem nagyon megfelelő színész erre. Azért így most teljesen emberi külső szemmel nézve Márton Áron is egy nagyon szép ember volt. És már hogy Balázs is ugye az, és még hasonlít is az az érzésem. És ugye ahogy játszott, ahogy átélte ezt a szerepet, azt kell mondjam, hogy egy nagyon-nagyon jó választás volt. Következő helyszínről, következő forgatási időpontról tudunk-e már valamit? Következő helyszínekről és időpontokról hát annyit tudunk ugye, hogy Erdélyben forgatjuk, Gyulafehérvártól kezdve, Csíkszereda, a Gyimesek, Csíksomlyó. Tehát, hogy ahol megfordult ugye Márton Áron. Júliusban fogjuk elkezdeni a forgatást. Jelenleg óriási munka folyik mindenki részéről, hogy ez megtörténhessen. A csapat részéről óriási erőfeszítés folyik jelenleg. Mindenki dolgozik ahhoz, hogy júliusban el tudjunk kezdeni forgatni. Reményeim szerint, ha minden tökéletesen működik, akkor 2 éven belül mozikban láthatjuk a filmet. Tényleg
nagyon nagy munka lesz, nagyon nagy, főleg az utómunka, tehát hogy sok időbe fog telni. Ugyanakkor vannak téli jeleneteink, tehát hogy ezek is ugye hátráltatják, nem hátráltatják, hanem időhöz kötnek, tehát hogy úgyhogy tényleg abban reménykedem, hogy mindennel együtt egy olyan 2 év múlva tudjuk mutatni ezt a filmet. Tofán Zsolt, köszönöm szépen! Köszönöm én is! Ennyi fért a mai adásba, köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!